Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi politikája volt az egyik legfontosabb téma a spanyol-olasz kormányközi csúcstalálkozón Palma de Mallorcán, amihez online csatlakozott a görög és a máltai kormányfő. Pedro Sánchez spanyol és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kifejtette, értékeli az Európai Bizottság ez irányú erőfeszítéseit, de nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségvállalás elvére. Úgy tűnik, a mediterrán országok számára igazán fontos erről az egyeztetés, és van még miről vitáznunk. A spanyol-olasz-görög-máltai konstruktív javaslatok jobbá teszik az Európai Uniót, amire valójában szükségünk van, az a közös, egységes migrációs politika, fogalmazott a spanyol kormányfő. A legnagyobb migrációs nyomással szembenéző uniós tagország közös nyilatkozatban fogalmazta meg észrevételeit Brüsszel számára. Az illegális bevándorlási hullám változhat, és változik is. A gazdasági, történelmi és társadalmi folyamatok akár már holnap újabb brutális migrációt indíthatnak el kelet felől. Talán más országok is megszenvedik ezt, de a realitás az, hogy mindannyiunknak egy közös megoldásra kell összpontosítanunk, magyarázta az olasz miniszterelnök. Az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi javaslat csomagja friss kezdetet biztosít egy olyan szakpolitikának, ami az uniós értékekre, a szolidaritásra, a közös felelősségvállalásra és a tagállamok rugalmas együttműködésére épül. Egyúttal gyorsabb eljárásokat határoz meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, és nagy hangsúlyt fektet a származási és a tranzitországokkal folytatott együttműködésre. Továbbá garantálja a törvényes úton befogadottak teljes jogait az unióban.